délutáni találkozás. Közéleti beszélgetések. A II. Világháború utáni békerendszer tervezése során prioritásként kezelték a homogén nemzetállamok megteremtését, akár kényszerű migrációk végrehajtásának árán is. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A lakosságcsere és a telepítések 1923-tól, a görög-török lakosságcsere egyezmény megkötésétől a nemzetközi politika eszköztárának elismert kellékei voltak. Miként illeszthető ebbe a rendszerbe a kollektív büntetés elve, hiszen 70 éve ezekben a napokban is folyt a hazai németség kitelepítése. Orosz Lászlóval, a Veritas Történetkutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a kollektív bűnösség elve az bizonyos társadalmi, illetve etnikai csoportok egyetemleges megbélyegzése azon az alapon, hogy ők valamilyen erkölcsi normákba vagy jogi normákba ütköző tevékenységet hajtottak végre, cselekedetet hajtottak végre, ténylegesen vagy feltételezhető módon. Itt a gyanú már elég volt, és a politikai leszámolásnak a szolgálatába lehetett állítani, mint ahogy ezt megtették többen is. Akár a benesi dekrétumokra gondolunk, akár a potsdami határozatra gondolunk a németekkel kapcsolatban. 1945-ben, a II. Világháborút követően a magyar hazai közhangulat elég bosszúszomjas lehetett, hiszen a függetlenségi frontba, az úgynevezett függetlenségi frontba tömörült pártok közül csak igen kevesen merték felvállalni a bosszúszomjas közhangulattal szemben álló állásfoglalást, a józan állásfoglalást. Így van, ez valóban egy közhangulat volt. A hazai németséget az ország lakosságához viszonyított arányánál sokkal nagyobb mértékben érintették az ezzel kapcsolatos atrocitások. Mindez jól látható összefüggésben áll azzal, hogy a világháborús összeomlással párhuzamosan, ahogyan más államokban is történt mindez, a nemzeti önfelmentés pszichózisa a németségre igyekezett áttolni minden felelősséget. A szovjetek által megszállt országokban mindehez a társadalmi és politikai átalakulás is megfelelő keretfeltételeket teremtett. Ennek a hangulatnak a tudatában kellett az egyes magyarországi pártoknak kialakítani a véleményüket. Valóban, ahogy utalt rá, köszönöm szépen, idehaza a front átvonulásával párhuzamosan a politika alakítása a függetlenségi frontban tömörült pártok kezébe került. Közülük is kiemelkedő jelentőségre tettek szert az illegalitásból kilépő baloldali pártok. Na most a nemzetiségi kérdés kapcsán demokratikus elveket és az erősen németellenes hangulatban legalább valamelyest méltányos elbánást csupán a kisgazdák, a szocdemek és a polgári demokraták hangoztattak. De miért pont ők? Azért említsük meg, hogy a független kisgazdapártnak a legjelentősebb hazai támasza a két világháború között a dél-dunántúli német birtokos parasztság volt. Pontosan így van, ez egy helyes meglátás. Ez a három párt a saját társadalmi bázisának egy jelentős részét veszítette volna el azáltal, hogy a hagyja, hogy a magyarországi németségre rávetüljön ez. Ezért ennek dacára beszállt a kisgazdapárt a német ellenes kampányba. 45 tavaszán. Így van. Mérlegelniük kellett sajnos olyan körülményeket, olyan tényezőket, amelyek az álláspontjuk megváltoztatására bírták rá őket. Azon kívül tekintettel kellett lenniük arra is, hogy a függetlenségi frontban tömörült másik két szövetségesük jóval nagyobb potenciállal rendelkezik, és ők alapvetően mást akartak. A függetlenségi frontban tömörült másik két párt közül a népi írók által fémjelzett nemzeti parasztpárt hangos türelmetlenséggel párosulva csakis a magyar etnikum helyzetbe hozására koncentrált, és a németség iránt nem is titkolt gyűlölettel viselkedett, a kommunisták pedig teljes mértékben a szovjet nemzetiség politikai szemlélet talajára helyezkedtek. Ugye közismert, hogy a Szovjetunióban egyes népcsoportok egészével szemben támasztottak kollektív felelősséget, így azok bűnössé nyilvánítva védtelenek voltak mindenféle atrocitással szemben. Na most itt egy gondolattársítást, hogyha megengedne. Azt gondolom, hogy történelmi távlatból nem lehetünk egyoldalúak. A diszkriminatív nemzetiségpolitika és benne a németség kálváriája, elhurcolása, elűzése, kitelepítése nem írható csak is a kommunista presszió számlájára. Ugye a megszülető új államberendezkedés számos egyéb
kényszerítő körülménytől szorongatva terelődött e károsmederbe. Tehát több tényező kölcsönhatásának az eredménye. Talán az egyik az etnikailag homogén nemzetállam megteremtése, amely már Trianon óta felvetődött a magyar politikában. Így van, ez egy nagyon fontos tényező. A két világháború közötti időszakban kiderült az, hogy az osztrák-magyar monarchia helyén létrehozott sok nemzetiségű utódállamok életképtelenek. Olyan szempontból életképtelenek, hogy egy homogén nemzetállamhoz képest sokkal több belső problémával küzdenek, és állandó, hogy úgy mondhatnám, tücske a köröm alatt módon működtek bennük az ott élő nemzetiségek, amelyeknek a lojalitását az új állami keret iránt valóban nagyon nehéz volt megnyerni. Ők tehát törekedtek arra saját belpolitikai érdekükből, hogy ezt a kérdést tisztázzák, és még egyszer ugyanezt a hibát ne kövessék el, lehetőség szerint tabula rázával próbáltak kezdeni, és ehhez erőszakos eszközöket is próbáltak felhasználni. Tehát a kisebbségi kérdés a nemzetállamok belső létét zavarták. Így van, és ráadásul kezükre játszott az, hogy a II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződésben ellentétben az első világháborút lezáró békeszerződésekkel a nemzetiségi kérdés kezelését az utódállamok, az adott államok belügyének tekintették. Nemzetközi kisebbségvédelem, mint olyan, tehát nem létezett a II. Világháború után. De voltak egyéb más körülmények is, amelyek a magyarországi németséggel szemben hatottak. Itt van mindjárt a földkérdés. A programba vett földreform 1945. márciusában. Nemzeti parasztát koncepciója így volt. Van. A programban mert földreform a földigénylők hatalmas táborának kielégítésére láthatólag kevésnek bizonyult. Kapóra jött tehát a földalap kiszélesítésére egy gyalázatos, de mégiscsak igen remek lehetőség a német földek elkobzására. Aztán égető volt továbbá a belső telepítési problémák jelentkezése is. 1945. január 10-én aláírták a fegyverszüneti egyezményt, és a fegyverszüneti egyezmény értelmében visszakerültek a szomszédos államokhoz a 38 és 41 közötti terület gyarapodások. Ennek következtében ugye magyar menekültek tömege zúdult át a határon, és ott voltak még a 41-ben Bácskában letelepített, de most Tito partizánjai elől pánikszerű menekülő bukovinai csángók székelyek is. 45 tavaszán ezek tízezeres nagyságrendben kóvályogtak az ország területén, valahol nekik is helyet kellett csinálnunk. Aztán még nem álltak le a problémák, további problémaként... Tehát itt kell sorba venni talán a kisebbségek, a német kisebbség előzéséből származó politikai és gazdasági hasznot. Hasznokat, remélt, vélt vagy valós hasznok, illetve kényszerítő körülmények, amik miatt nem volt más módszer, mint hogy helyet csináljanak magyar embertömegek számára. Erre akarok utalni akkor, amikor azt mondom, hogy külpolitikailag még égető problémát jelentettek Benes közismert dekrétumai, amelyek konkrét intézkedéseket foganatosítottak a 45. április 5-én meghirdetett kassai programmal összefüggésben a szlovákiai magyarság jogfosztására és előzésére. Na most az ottani németekhez hasonló, a csehszlovákiai németekhez hasonló kitelepítésüket meggátolta ugyan a potsdami határozat, azonban megvédésükre bele kellett menni a csehszlovák állam által kizsarolt lakosságcsere egyezménybe. 46. februárjában járunk, ez további 100 000 magyarnak a befogadását jelentette. És végül a külső kényszerek mellett ott állt a belső igény is. A tudatosan gerjesztett közhangulat, a sajtókampány, az új magyar honfoglalás jelszavával. Igen, intenzíven foglalkozott a sajtó ezzel a kérdéssel 1945-ben. Valóban a rendszerváltás környékén a 90-es években Zilbauer Györgynek megjelent egy kötete válogatott sajtószemelvények a korabeli sajtóból azzal kapcsolatban, hogy az egyes sajtótermékek hogyan nyilatkoztak meg a magyarországi németséggel kapcsolatban. Ebből a hangulatkeltő kampányból talán elég a Nemzeti Parasztpárti Kovács Imre híres sajtó megjelenésére utalnunk. Egy batyúval. Így van, egy batyúval jöttek, egy batyúval menjenek, mondta Kovács Imre a Szabad Szóban 45 áprilisában. Tehát a svábokat egytől egyik ki kell telepíteni, a legradikálisabb megoldást követeljük. Így van, ez az a bosszúszomjas, lilegő hangulatnak az egyik legpregnánsabb megjelenőtei. Azonban, hogy igazságosak legyünk, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a hangokkal szemben elhangzottak a németségért kiálló
és a kollektív bűnösség elvét elutasító vélemények is. Gondoljunk csak Bibó Istvánra, gondoljunk csak Mincenti Bíborosra és más egyháziak megnyilatkozásaira, vagy akár gondoljunk a magyar értelmiségiek, írók és művészek nyílt levelére, amely 1946. január 18-án jelent meg a Magyar Nemzetben, és amelyben ők egy nyílt levélben sok értelmiségi által aláírva síkra szálltak a németség jogaiért. Nem véletlen volt egyébként az időzítés, mert pont ekkor zajlott Bas Ferencnek a pere, aki ugye a Nemzeti Szocialista Német Népcsoport Szervezetnek, a Volksbundnak a vezetője volt, és pont ekkor ítélték halálra, és minő véletlen pont másnap, január 19-én indult el az első szerelvény a kitelepített németekkel Budaösről. Nem véletlen tehát, hogy erre az időpontra időzítették ennek a nyílt levélnek a megjelentetését. A Nemzeti Parasztpárt programja meghatározónak bizonyult, annak ellenére, hogy az ideiglenes törvényhozásban, illetve a kormányban viszonylag csekély politikai erőt képviselt. A délutáni találkozásban a kitelepítésekről beszélgetünk Orosz Lászlóval. Ez valóban így van, de azok a kényszerítő körülmények, amelyek az előbbiek során elhangzottak, ezek a 45 tavaszán megrendezésre kerülő pártközi értekezleteken fölénybe kerültek a méltányosság elvével szemben. A különböző pártok között, ezeken a pártközi értekezleteken, 45 tavaszán egyetértés volt abban, hogy a fönti kényszerek folytán valamilyen mértékű kitelepítés mindenképpen szükséges. Azonban a kitelepítést a kollektív bűnösség elve alapján lebonyolítani nem szabad, mégpedig azért nem szabad, mert Csehszlovákia is ugyanezt az elvet akarja velünk szemben alkalmazni, ami ellen így módon nem tiltakozhatnánk. Teljes körű kitelepítés helyett ezért csak részleges kitelepítést, úgy mondták a fasiszta németek kitelepítését lehet elképzelni. Ennek a levezénylésére hozták létre 45 májusában a népgondozóhivatalt, és amikor ezt megalkották, akkor két jegyzékben, 45 májusában, illetve júliusában a magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz fordult, és hivatalosan is kérvényezte a kitelepítések megindítását. Végül is 1945. decemberében jelent meg az áttelepítési rendelet, és ez mondta ki a kollektív bűnösség elvét. Így van, 45. december 29-én jelent meg a kitelepítésről szóló rendelet szép karácsonyi ajándékként. Ennek első paragrafusa szerint Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutóbbi népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát. Vagyis mindenki, minden németajkú állampolgár, függetlenül attól, hogy ők a legutóbbi népszámláláskor 41-ben német anyanyelvű, de magyar nemzetiségű állampolgárként regisztrálták magukat. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a további kritériumok így már nem is lényegesek, sem pedig a néhány beiktatott mentesítő passzus, mert ebből a formulázásból világossá válhat, hogy a végleges kitelepítési rendelet immáron a kollektív bűnösség talaján áll. Gyöngyösi külügyminiszter maga is fordított eljárásnak minősítette a döntést. Eddig ugyanis azt vizsgálták egyéni elbírálás alapján, hogy kit,
kell kitelepíteni. Most azonban megfordult a dolog, innentől kezdve elvben mindenkit ki kell telepíteni, ami alól egyeseknek módjukban áll mentesülni. A kitelepítés 1946. januárjában kezdődött meg. Ezzel kapcsolatosan hadd kérdezzem meg, hogy miért először az Amerikai Egyesült Államok által megszállva tartott németországi zónába történt? Mert először a SZEB részéről oda mutatkozott fogadókészség, ott volt szabad kapacitás arra, hogy nagy számba befogadjanak. Amikor az amerikai zónában közölték, hogy megteltek. Többször is közölték, igen. Egyszer 1946. május egyszer pedig 1947-ben. Így van, így van. Onnantól kezdve leállt, mert közölték, hogy ők nem tudnak többet fogadni, és az kitelepítésnek az utolsó szakasza már a szovjet zónába került. Na most 46. januárjában, ahogy említettem, január 19-én a budaörsi németekkel kezdődött meg. Ők képezték az első turnust. Elképesztő kegyetlen hidegben zajlott, 20 kiló élelmiszerrel és 80 kiló ruhaneművel. A ki nem telepített németeket összeköltöztették. Sokan az öngyilkosságba menekültek a kitelepítés elől. Valóban így van. Ami pedig az összeköltöztetetteket illeti, ezt a méltánytalanságot csak 1958-ban ítélte el az MSZMP, ám ebben az évben is, például Vecsésen, még mindig 1000 család élt összetelepítve. Visszatérve még a kitelepítésekre, a listáról való törlésben a kommunista párt érte el a legnagyobb eredményt, mivel ő toborzott bányamunkára embereket. Aki a bányamunkát vállalta, annak nevét törölték a listáról, és ezzel el is mentek dolgozni több évre a mecseki szénbányákban. Így van, hát ugye a paraszti tömegeknek, a magyarországi svábok hagyományosan paraszti tömegeinek fellazításához, mely tömegek egyáltalán nem a kommunista pártnak a szavazóbázisát gyarapították, ennek a homogén tömegnek a fellazításához sok más eszköz is rendelkezésre állt, többek között ez volt az egyik, hogy mentességet adok nekik, hogyha föladják ezt a hagyományos paraszti életformát, és ugye a proletariátus sorába fognak beállni. Bányászatra egyébként is szükség volt, tehát a németek pedig hagyományosan értettek ehhez a szakmához. Ez is indokolhatta azt, hogy őket mentesítették. A korabeli dokumentumok szerint a kitelepítések nem minden esetben történtek a törvényi előírásoknak megfelelően. Példaként említik Bonyhádot vagy Sopront. Igen, hát ilyen jellegű atrocitások voltak, sőt olyanokról is tudunk, nyilván helytörténeti forrásokból, illetve feldolgozásokból, hogy miután a gyűjtőtáborokban összegyűjtötték a kitelepítésre ítélt embertömegeket, sokszor nem volt megfelelő mennyiségű szállító kapacitás, vonat hiánnyal küzdöttek. Ezek ott várakoztak embertelen körülmények között. Olyanról is tudunk szintén Baranya megyében, hogy amikor az otthon maradt családtagok tejet és élelmet akartak szállítani nekik, akkor ebből komoly problémák lettek, ezeket elkobozták, és felelősségre vonták őket. Tehát valóban embertelen körülmények között zajlott ez. Csak egy évvel korábban, másfél évvel korábban tudunk fűtetlen marhavagonokról, hanem itt az ő esetükben is sajnos ugyanez zajlott le. Amiről viszont nem beszéltünk még, azok a számok, azok a konkrét adatok, amiket mindenféleképpen azt gondolom, hogy itt el kell mondanunk. Ezek többnyire változóak, mert van olyan szám, hogy 200 ezer embert telepítettek ki, olvastam olyat is, hogy 117 ezeret. Így van. A kitelepítettek számára vonatkozóan több tízezres eltérésű adatokkal dobálóznak a kutatók. Korom Mihály 135 ezres és Zilbauer György 250 ezres adatát valóban nagyságrendi különbségek választják el egymástól. Az újabb kutatások az amerikai és a szovjet zónára együttesen a 185 ezres számot valószínűsítik. Na most hozzászámolva ehhez a háború alatti és utáni emberveszteséget, a mortalitást, a migrációt, az elhurcolásokat. Nagyjából negyedmilliós nagyságrendet kapunk, és hogyha ezt a számot összevetjük az 1941-es népszámláláskor rögzített 477 ezres számmal, akkor bizony a magyarországi németség lélekszámának megfeleződését konstatálhatjuk. A mai napok Magyarországán 200 ezres nagyságrendben élhetnek még, természetesen a nemzetiségi öntudat igen eltérő fokán németek, akik a humán veszteségeik mellett vagyoni természetűeket is elszenvedtek. Elkoboztak tőlük Tóth Ágnes számításai szerint 250 ezer holdnyi földterületet, illetve mintegy 45 ezer lakóingatlant, utóbbi az 1941-ben német kézen lévőknek a háromnegyedét tette ki.
Nem beszéltünk azonban a magyarországi németség kollektív bűnössé tételének másik lépcsőfokáról, ez már csak a kitelepítés volt, amiről beszéltünk, de volt egy ezt megelőző lépcsőfok is, amit elhurcolásnak nevezünk. Összefüggésben a Málenki robottal, illetőleg a jóvátételi munkára a hurcolással. Ez azért nagyon fontos esemény, mert ez megelőzte a kitelepítés folyamatát, és nagyságrendileg is valóban komoly német tömeget érintett. 1944. december 22-én, tehát még a kitelepítési rendelet kiadása előtt hozták nyilvánosságra a szovjet hadsereg 0060-as számú hadparancsát, egészen pontosan a magyarországi németek munkaerejének jóvátételi célzatú igénybevétele tárgyában. A mozgósítás a férfiakat 17 és 45, a nőket 18 és 30. életévük között érintette. A fogolygyűjtés deklarált célja az volt, hogy amit a Szovjetunió területén németek romboltak le, azt most németek építsék újjá. Az egész akció néhány hét alatt lebonyolódott, 44. december végétől január közepéig, mivel nem akarták megvárni a fegyverszüneti egyezmény aláírását, január 20-át, abban ugyanis nem szerepelt az, hogy Magyarország a jóvátétel fejében munkaerőt is köteles volna rendelkezésre bocsájtani. Na most, a jóvátételi munkára hurcolások a frontvonal áthaladtával párhuzamosan három fő területet érintettek. 1. Tiszántúl, 2. Dunatisza köze Budapesttel, és 3. a Dél-Dunántúl. Az utoljára birtokba vett Észak-Dunántúlon mindenre már alig került sor. Összességében mintegy 35 ezer németet hurcoltak el Magyarországról, 40 ezeret Jugoszlávia területéről, és 70 ezeret Romániából. Ez tehát a mi közvetlen térségünkre vonatkozó adatsor, és mindezt a szövetségesek jóváhagyása nélkül. Majd amikor Sztálin a jóváhagyást megkapta a jaltai konferencián 45 februárjában, akkor immáron Németországból is. A német Vöröskereszt adatai szerint 874 ezer német polgári személyt hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára, akiknek a mortalitását a statisztikai adatok 45%-osra teszik. Odakint a Donyec-medence bányáiban, illetve a tönkrement kaukázusi olajkapacitás helyreállításánál dolgoztatták őket, természetesen alultápláltan, rossz orvosi ellátás mellett, mindez magyarázza a magas mortalitást. A hazabocsájtottakat itthon még egyszer megszűrték, és akik a rostán fönnakadtak, például egykori SS katonák, függetlenül attól, hogy az első két önkéntes SS sorozás idején csatlakoztak, vagy már a harmadik, 44 tavaszán meghozott kényszersorozás következményeként sorozták be őket az SS-be, szóval akik a rostán fennakadtak, azokat kiemelték, internálták, és további hazai ipari létesítményekben, Tiszalök, Kazincbarcika, még évekig dolgoztatták őket. Akik ezt megúszták, azok hazatérhettek, ám megérkezvény útjuk gyakran azonnal a kitelepítő szerelvényekhez vezetett, vagy pedig hazaérkezvén már senkit sem találtak az időközben mások által elfoglalt otthonaikban, mert a saját hozzátartozóikat ekkorra már kitelepítették. Térjünk át napjainkra. A hazai rendszerváltást követően a németek érzik-e, hogy elégtételt kaptak-e, hiszen történt ügyükben egy alkotmánybírósági határozat is. Igen, ez egy valóban megsemmisítő határozat. Igen, ez valóban így van. Jogilag tulajdonképpen történtek lépések. Magyarországon az alkotmánybíróság 2007 őszén a 92/2007-es számú határozatával alkotmányellenessé nyilvánította a kitelepítési rendeletet. Tegyük hozzá, a két csehszlovák utódállamban mind a mai napig nem helyezték hatályon kívül a Benes dekrétumokat, sőt, Szlovákiában 2007-ben a parlament megerősítette azok sérthetetlenségét, Csehországban pedig még a 2013-as elnökválasztás során is azzal tudta lejáratni a későbbi győztes Miloš Zeman ellenfelét, Karel Schwarzenberget, hogy utóbbi a dekrétumokat elítélő nyilatkozatot tett. Ott tehát ebben a két országban nemigen történhet változás e tekintetben. Mi magyarok sem dőlhetünk azonban hátra. Közbeszédünkre és szaktudományunkra egyaránt vonatkozik ez, mondván, hogy elégtételt kaptak németjeink. Ők valójában ezt nem érzik. Amit hiányolnak, az a tiszta beszéd, az azonos mérce, az ő ellenük is elkövetett, valóban égbe kiáltó bűnök relativizálása tekintetében. Bántja őket az, hogy mindmáig tovább él a Potsdam legenda, hisz nem csak a kitelepítő rendelet preambulumába csempészte bele az akkori kormány, miszerint ők csupán végrehajtói a nagyhatalmak potsdami döntésének,
de a mai történeti szakmunkák is döntően a hiányzó szuverenitás és az egymást erősítő kényszerek alapvetően önfelmentő tényezőivel operálnak, holott magát a kitelepítést mégiscsak Budapest kérvényezte, méghozzá jóval Potsdam előtt. Ha megengedi, azt mondanám, hogy a legalaposabban dokumentált és a németség hányattatásai iránt még oly empatikus történeti megközelítések is hiányosnak vagy félrevezetőnek tűnnek az érintettek szemében, mindaddig, amíg a felelősség kérdését nem helyezik a már bevett toposzoknál szélesebb alapra. Kedves hallgatóink, Orosz Lászlóval, a Veritas Történetkutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is búcsúzom, Pécsi Krisztinát hallották.